Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, aztán boldogan elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvásárolta azt. Végül a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, hogy sírás és fogcsikorgatás lesz. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta minden írás tudó, aki csak jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ezek az evangélium igéi. Kincs, háló, mindenféle halat egybe kifognak, aztán szétválogatják. Egy héttel ezelőtt a konkolyról és a búzáról szóló példázatát hallottuk Jézusnak. Igenis, van ítélet. Nem rettegni kell az ítélettől, hanem élni kell, szolgálni az életet, a búzát, és várni, hogy beteljesedjék az élet. Az evangélista Jézus tanításának különböző részeiből az emlékezete alapján állítja össze a szöveget. Két egymással párhuzamos kis példázat, aztán az ítéletről szóló, és a végén egy kijelentés az írástudóról, aki régieket és újakat tud bölcsen elővenni. Igen, kell, hogy tudjunk elővenni. Kell, hogy legyenek élményeink, kell, hogy legyenek ismereteink, amelyek aztán erősítenek bennünket, és amivel erősíteni tudunk másokat. Kincs, igaz gyöngy. Ilyenkor, ez már foglalkozási ártalom, újra és újra bevillan a Kosztolányi verse, a boldog, szomorú dal, amiben egészen világos, hogy az ár és érték arány, amivel sokszor foglalkozunk, egzisztenciálisan egészen más. Van már kenyerem, borom is van, van gyermekem és feleségem, szívem minek is szomorítsam, van mindig elég eleségem, ismerjük a verset, van, van. És akkor fordul egyet a vers, de néha megállok az éjben,
gyötrődve, halálba hanyatlón, s úgy ásom a kincset a mélyben, a kincset az éjben, a padlón, mint lázbeteg, aki föleszmél. Álmát hüvelyezve zavartan, s kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, mire vágytam. A kincs, amiért porig égtem, itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben. Valami sokkal lényegesebb teszi az élet értelmét, mint az, amit birtokolok. Ár és érték arány. Manapság az emberek, mintha sokkal inkább az árra figyelnének, mint az értékre. És nem veszük észre, hogy az ár és érték arány az nem valami abszolút dolog. Hogy mondjak erre egy egészen kézzelfogható példát. Székelyföldről hazafelé jövet, megálltam Körösön, sokan ismerik azt a hosszú bazársort, és ott az egyik bazárban lehetett kapni egy időben nagyon érdekes román üvegre festett ikonokat. Megálltam, bementem, körülnéztem, nem volt. Ellenben láttam egy karkötőt, meg láttam nyakláncot. És azt mondtam az árusnak, érdekes. Ugyanilyen nyakláncot és ugyanilyen karkötőt láttam a Vadikelt nevű sivatagban, a Szentföldön, ugyanilyet árultak a beduinok. Mire föl legyintett, atya, az is kínai. Na de, ha én azt ott megvettem, és elhoztam, és neki ajándékoztam valakinek, annak egészen sajátos, nem abszolút értéke, hanem helyi értéke van. Ott gondoltam rád, onnan hoztam, és ez, amikor ránézek, fölidézi azt, ami ott volt, ami ott történt. Igen. Mi az, hogy kincs? Aranyban fogalmazom meg az értéket, másban. Mit ér egy ember? Azt éri, amit termel, vagy, bocsánat, nem akarom semmiképpen se csökkenteni egy világra szóló esemény, rendezvény, sorozat értékét, azt éri az az ember, amit például úszásban, percekben és másodpercekben és század másodpercekben elért, az egy eredmény, de nem annak az embernek az értéke. Azok számára, akik együtt drukkoltak, együtt izgultak, igen, ez valami nagyszerű, és nekünk ez érték. De annak a 17 éves srácnak az édesapja nem annak az eredménynek örül, hanem figyeljük csak, annak örül, hogy az én fiam elérte azt az eredményt. Az én fiam. Hozzám tartozik. Közöm van hozzá. Mi az igazi kincs? A legnagyobb kincs, a legdrágább kincs az élet. Bocsássanak meg, hogy talán nagyon is szubjektív leszek. A jelenlévők között többen vannak, akik ismerték szüleimet. Szép kort éltek meg, édesapám 93 éves volt,
Édesanyám a 100. évében halt meg. És tanúja voltam egy beszélgetésnek, édesapám már halott volt. Édesanyám beszélt valakinek az ismerősök közül, idős házaspárnak, hogy hogyan ismerkedtek meg, aztán, hogy édesapám hogyan kedveskedett, hol ciklámennel, hol rózsával, hol egy levéllel őrzöm az orosz frontról hazaküldött karácsonyi üdvözletet. És akkor édesanyám meséli, igen, ezt meg ilyenkor ezt szokta adni, azt szokta adni, és akkor fölteszik neki a kérdést, és hát te mit adtál neki? Édesanyámból fölfakadt a következő, az életemet. Igen. A legnagyobb kincs, amit egymásnak tudunk adni, az az életünk. A személyesség. Hogy elfogadlak, enyém vagy, tied vagyok, szeretlek, kincsem. És akkor eladja mindenét, mint a bibliai ember. Így van ez párválasztásnál. Attól a pillanattól kezdve, hogy kimondták egymásnak, holtomiglan, és ezt valóban meg akarják valósítani az életükben, akkor megszűnik minden más. Marad az az egyetlen, aki számára a kincsen lesz. A mai evangéliumi szakasz példázatai, testvéreim, figyelmeztetnek bennünket. Ahol a kincsed, ott a szíved is. Ezt másutt olvassuk az evangéliumban. Van kincsem. Igazán mi az, ami számomra fontos? Mi az, amit a másiknak valóban adni tudok? Jézus mit adott számunkra? Az életét. Mit kíván tőlünk? Mit adjunk egymásnak? Az életünket. Amen.